O X Jó reggelt! Mindjárt kezdjük a foglalkozást. Én vagyok az új terapeuta. Berta. Zsuzsi vagyok. Igyekezzem, pontosan szeretek kezdeni. És hozzon magával valami személyes tárgyat. Hol vannak a papírjaim? Drága Dick barátom. Felmentenek. Még pénzbírság se lesz. Aznap, mikor téged kirúgtak az osztályról. Megyek ki a vécére, nézem a falat. Az van odaírva. Dick. Egyenlő Zsuzsi. Alattam egy kicsi szöveg. Ez az igazi neve, meg kőbuzi. Ez volt odaírva. És mi a fasz közöm van ehhez? Na, ne vágjál ilyen ártatlan arcot, Pedróka. Mik ezek a szarok? Hol vannak a bizonyítékok? A kerület ügyésznél. Majd a bíróságon belenézem. Kurtod a fejem, te rohadt köcsög! Tudod, Pedro, pont az ilyen személy tetük miatt, mint te. Mindig hordok szuszpenzort. Rohadd áll meg, te puzerás! Csak elszámolunk egy kicsit. Kinyírlak, te segjük. Zsuzsi vagyok. Húzz el innen, te nyomvadék. Még egyszer találkozunk, most itt kötök a hajadba. Te, Zsuzsika. Elég öregnek tűnik. Az a jó, régi rendőrségi fegyver. Ki van ütve a száma? Tessék, nincs benne semmilyen nyilvántartásban. És a golyók? Töltény, pajtás, tessék, itt van, be van tárazva, ez itt a kibiztosító, ez itt a ravasz. Na. Jó. Bocsánat. Igen? Hello, Kálmán, mikor jössz már? Már rég itt kéne lenned, nem azt beszéltük meg, hogy reggel felugrasz? Jövök, mama, jövök. Kérlek, ne húzd az időt, mert ideges vagyok. Bérges vagyok, mert nem tudom, hogy működik ez az új fényképezőgép. Te értesz hozzá? Jövök, csak még valamit el kell intéznem, aztán megyek. Jó, akkor ne gyere! Nyugodtan hagyjál cserben, majd megoldom, mint mindent!
Vigyázol! El kéne jutnunk a kocsihoz. Fussunk. Fut a hal. Gyerünk. Na menjünk. Tűz! Jó reggelt mindenkinek! Dr. Berger Berta vagyok. A csoportos foglalkozásokat mostantól én vezetem. A specialitásom, hogy a világ ősi és modern lélekerősítő eljárásait együtt alkalmazom. Nos, kezdjük is akkor a mai foglalkozást egy nyugat-szibériai rítussal. Kérem, álljanak fel, és alkossanak kört a kübli körül. Köszönöm, arra most nem lesz szükség. Dugjuk össze a fejünket, és karoljuk át egymás vállát. Az eljárás lényege, hogy mindenki mormolja a következő versikét. Gonosz, gonosz, távozz tőlem, ne egyed tovább a szívem. Gonosz, gonosz, távozz tőlem, ne egyed tovább a szívem. Gonosz, gonosz, távozz tőlem. Ne egyed tovább a szívem. Nagyon jó, és most mindenki köpjön a küblibe. Jelképesen ürítsük ki magunkból a gonoszt. Én még soha életemben nem csináltam ilyet. Bízom bennem, hogy meggyógyítom. Jó sokáig futottam, ma mindjárt el kell indulnunk. Találkoztam Pedroval. Azzal a korrupt fasszal. Ja. Nem tudtam kieverni, amit a WC falra firkált. Lehet, hogy nem is ő volt. De ő volt. Most mindenk vagyunk. Induljunk már, mert elkésünk. Dick, mondani akarok valamit. Mi? Akarok kérni a kapitánytól egy személyes meghallgatást, mert el akarom neki mondani, hogy ő... mi a helyzet velem. És? Nem értem. Hát... úgy döntöttem, hogy elmondom neki, hogy meleg vagyok. Mi van? Régóta foglalkoztat ezt, tudod? Amerikában van ilyen, olvastam a neten, akkor itt is lehet, nem? Te normális vagy? Az a nővel te magyar egy parasztot, ezért te szórakozol velem? Serdülő búzacsirák fogják őrizni az önöket megrontó erőket. Mire megnőnek, önök is meggyógyulnak. Most pedig mutassa meg mindenki, milyen személyes tárgyat hozott a mai foglalkozásra. Zsuzsi. Milyen hülye fejet vágna a kapitány? Dick. Komolyan beszélek. Te megőrültél, ezt nem teheted meg. Kicsit abban biztos, hogy büszke leszel rám. Rosszul érzem magam így a bőrömben. Szerintem a kapitány megérti.
is el akarod mondani, hogy én vagyok a párod, mi? Na nem, Dinukám, én nem leszek díszbúzi a csapatban. Mi faszok a fiókomban, meg gépek a szévédőn, meg geci zsebkedő az irodámban, mi? Különben is miről beszélünk? Kibasználnak minket, hogy ne hozunk szégyet rájuk? Hát ismered a fiókat? Csak a magam nevében akarok beszélni. Szükségem van arra az engedélyre. Nincs kedvem megjátszani magam. És igen, hogyha kedvenc hogyan csetelni, bemegyek az irodába és csetelek. Kinek mi köze van hozzá, én fiúkkal csetelek? Na, azt próbáld meg. Segítség! Segítség! Tűz van! Emberek! Ha lenne egy tabletta, amit ő hetero lehetné, azt bevenném. Szedném minden nap, mint a fogamzásgátlót. Jól áll neked ez a Jackie nagyfarkú. Csak kellene egy arany felirat a hátára, hogy Big Dick. Big Dick. Csak ez mondtam számít. Már, hogy itt ne fogdos soha az utcán. Mi? Vedd le a kezed. Látja, mi? Dino, vedd le a kezedet. Nem a német autópályán vagyunk. Én inkább a nyugalmat választanám. Hogy? Mi? Nyugalmat választanám. Na, ezért megyek a parancsnokhoz. Nincs kedvem tovább hazudozni. Ha kirúg, majd lesz valami más. Nem érdekel. Szeretném a saját életemet élni. Ezek meg mit csinálnak itt? Állj meg! Törje be az ajtót! Nyitva van! Hol van a tűz, asszonyom? Tűz? Itt nincs tűz. A lépcsőházban éreztem a füstszagot, és annyira megijedtem, hogy muszáj volt segítséget kérnem. Ugye már nincs baj, annyira örülök, hogy itt vannak. Megkínálhatom az urakat kávéval? Anyám imádta a munkáját. Idegenvezető volt 30 évig. Állandóan jött-ment. Külföldieket szórakoztatott. Egyszer kiszámolta, hogy nagyjából 46 ezer embernek mutatta meg a halászbástyát. De már évek óta nem hívják csoportokhoz. Most hébe-húba szakácskönyveket fordít. Ha az anyjára gondol, mit érez? Kicsit sokat foglalkozik magával. De jó fej, jó a viszonyunk. Valójában semmi rosszat nem tudok mondani, se a családomról, se a munkámról. PR igazgató vagyok egy banknál. Ennyi. És az öccsével is jó a viszonya? Nagyon helyes, okos gyerek. Kicsit halkszagú, komoly fiú, de nagyon szeretem őt. Nem egy problémás alkat. Jöttem. Szia, anya.
anyám. Megmentelek. Tanuljunk meg örülni annak, hogy emberek vagyunk. Ez intézetünk alapmondata, és ez az a gondolat, amire elsősorban szükségünk van. Hoztam neked valamit. Egy csokit. Ez a világ legfantasztikusabb csokoládéja. Annyira egyedi, hogy minden példánya sorszámozott. És csak egy helyen lehet kapni. Na, kóstold meg. De csak egy kockát tegyél, mert nagyon erősen hat. Csoki. Jó. Ezt egy nő megkóstolja, bármit kérhetünk tőle. Jó, de finom. Miheti a lányomat, Kirilke? Nem kell túl bonyolítani. Na, bármi van, hívlak, jó? Uh-huh. Szia. Te is hívjál bármi van. Persze, Dóri. Szia. De hívjál. Jó. Jaj, gyere már, mutatok valami. Szia. Szia. Ülj már le. Jól van már, jól van. Nézd ide. Jól van, várjál már, hát szemüveg nélkül nem látok. Nézd. Valamiért kijöttek ma ide a tűzoltók, azt hitték, hogy tűz van, és se szó, se beszéd, berontottak a lakásba. Mi? Na, látsz már? Nézd meg, milyen jó kép. Jól nézek, mi? Nagyon. Betódult ide 10 férfi, meg itt álltam a szoba közepén slafrokba. El tudod képzelni? Mit akartak? Mit tudom én? Keresték, hogy mélyeket a házban. Megkínáltam őket kávéval. Majd nem fogod elhinni, az egyikük felkért táncolni. Képzel? Megszereztem a telefonszámát. Na ne. De magas, bajszos férfi, tiszta, szép szemekkel, és úgy mutatkozott be, hogy Pali vagyok a Kertész utcából. Hát, ki a szart érdekel a Kertész utca? Minden pasi hülye. Na, hova megyünk vásárolni? Várjál, nem kész kávét? Pesgő nincs. Valahogy 10 óra körül már nem szoktam kávét inni. Jó, hozzam. Pont ilyen az én képem. Ilyen dáma szeretnék lenni 30 év múlva, akit körülugrálnak. Férfiak, csacsog, mindenkit irányít, de közben mindenki imádja. Ezért tanultál évekig nyomozolnak, te hülye gyerek. De szép napot teljesen behűljél. Menjél már! Ki már, Dick? Ne rossd el a hangulatot. Persze, ne rúgj el a hangulatot. Kiiratunk két oda jelentés, 8 példány, hogy milyen kurva jót kávéztunk egy kamu áldozat lakásán. Nem kell jelentés, ez nem hivatalos így. Mindenről kell jelentés, ez a rend. És én ragaszkodom a rendhez. Vigyázz! Ma van az a nap? Milyen nap? Az, amit a halálom napjának számoltál ki 2 hónappal ezelőtt a hülye idióta horoszkópoddal, emlékszel? Jaj! Nem emlékszel? Nem mondjál már ilyeneket, Eldi, az ég áldjon meg. Ma nem fogsz meghalni, biztos, de holnap meg holnap után se. Kösz szépen. Szóval a mai napot számoltad ki. Vald be, hogy olvasd el. Ott van, ha nem emlékszel. Nagyjából. De már én se hiszek benne. Én meg soha nem hittem benne. Utálom. Ilona,
annyi minden történik. Én érzem, hogy még jön egy nagy szerelem, vagy sok kicsi szerelem, sok kicsi kedves futószerelem, annyira aktív vagyok még, nem? Szerintem szűjjél is. De annyira hülye vagy. Felejtsük el az egészet, menjünk vásárolni. Kálmának akarok venni egy-két cuccot. Elhatároztam, hogy igazi férfit faragok Kálmánból. Nem mondjam, hogy csak rám támaszkodjék, muszáj elindulni az életben. Most már csak magammal fogok foglalkozni. Akkor vedd le a fejedről azt a szart. Már megint meg se szólalsz. Bagoly vagy. Nem vagyok bagoly. Vesztettél? Te mire koncentrálsz tulajdonképpen? A harmadik játszmát veszíted el. A gonoszra. Kálmán, lassan meg kéne tanulnod a lelki betegek professzionális életét. Nézd meg engem. Nap mint nap vidáman nézek szembe a bizonytalannal. Képes vagyok önfeledten szorongani. Jó, boldog nem vagyok. Katalin, én nem vagyok lelki beteg. Kálmán, a személyiség mint olyan eleve paranoid tünet együttes. Utazzunk el Mexikóba. Kérjünk pénzt a nővérettől és tűnjünk el. Most pedig felfedező útra indulunk a lélek mély rétegeibe. Kérem, árasszák el a lelküket. A gyógyuláshoz feltétlenül szükséges az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy mi történik vele. Zsuzsi, mesélj el nekünk egy reggelét. Hogyan indult egy napja, amikor a bajok kezdődtek? Minden napom ugyanúgy kezdődött. Képes voltam remekül ébredni. Elfelejtve, hogy ez csak a vihar előtti szokásos csend. Hello. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Mi van? Jól vagy? Nem. Megint rendetlenkedik a szívem. Na, mutasd ezt a kis motort. Te élsz. Mi van? Hol voltál? Hogy hol voltam, dolgoztam. Nem tudtalak elérni. Zsuzsi, lemerült a telefonom. Gyere ide. Nyugi. Olyan jó, hogy itt vagy. Olyan jó lenne mindig érezni, hogy itt vagy. De itt vagyok. Hol lennék? Kirill kicsoda? Ő a párja? Ez jó kérdés. Őszinte válaszokat várok. Mindjárt folytathatja Zsuzsa. Ti! Annyira nem érdekel, hogy ki milyen ember, hogy ki alkoholista, vagy én mit tudom én.
Vannak drogos rendőrök, mit hazudozunk egymásnak? Engem nem érdekel, hogy ki kivel kavar. Ismertek, mindent leszarok. Csak egyet nem. A rendőr ne legyen ideges, gyogyós, zaklatott. A rendőr egy olyan férfi, egy olyan fegyveres úriember, akinek a társadalom a vállára hajtja a fejét, és ott megpihen. Ideges hülyék nem nyugtatnak meg senkit, és szarul is lehet velük dolgozni. Dick, folyton rohansz. Fogd vissza magad. Különben lefokozlak. Na jó. Adjatok tüzet, aztán menjetek a francba. Menjetek a kommandós edzésre. Szépen, nyugodtan. Készüljetek a rendőrversenyre, hogy ti utazatok Orlandóba. Ott lesznek a fejesek, a szponzorok. Nem mindegy, hogy mit látnak. Jó lenne, ha a miszfatunk kapná a támogatást. Szedjétek össze magatokat. Kapitány úr, szeretnék kérni valamit. Mit akarsz? Egy nagyon fontos személyes ügyben szeretnék kérni egy négy szem közti meghallgatást. Miért fárasztasz, kisgyerek? Személyes ügy. Dicknek semmi köze hozzá. Hála Istennek. 1000 millió dolgom. Gyere be délután 4-re az irodámmal. Pontos légy, különben kopogtathatsz. Nem várok rád. Mehetsz a francba! Ott leszek. Még több zene, kevesebb beszéddel. Danubius Rádió. Te is hallottad, nem? Azt mondtad, nem érdekel, hogy ki kivel kavar. Gondoltam, ez az ember megérti. Ez olyan ember. Szevasz. Csak. Ha kapva beszél máit. Én azt mondtam, hogy nem zavarja, hogy elkapott egy-két rendőr csajszit. De azt hittem, hogy hülyéskedsz. Vagy előtt összeszarod magad, de nem. Játszod a nagymenőt, a korszerű puszit. Nem érted? Nem ellenet cselekszem, magamért csinálom mindent. Jogom van ehhez. Aljas vagy, nem tetsz róla, így születtél. Hello, Dick. Szevasz, Sanyikám. Tiszteletem. Hallom, a fiat boxolni akar. Jaj, hagyjad már, ilyen nyüzsüge. Küldd le hozzánk a terembe, felturbózunk. Jó, de kineverjétek a fogát. Finom legyél vele, nőies. Szevasz. Fogorvosra nincs pénz. Lehessen már veled beszélgetni? Engedj el. Engedj el. Elárultam. Nem. De, s azt mondja, a legjobb, hogy eldöntöttél valamit, amit én nem akarok, ez világos, nem? De. Hát akkor meg mit szarakodunk itt? Azt csinálsz, amit akarsz, de nélkülem. De most rögtön kitörlöm a nevedet a telefonomból, és vége. Én hozzalak az osztályt, és elárulod a közös titkunkat, egy szemét, vamzer, vagy takarodj! Dick! Dick! Hagyjál békén! Hé! Hey. Dick, bírom a fejed, hallod? Hagyjál békén! Jövök. Zoltán, önnek mi volt a legnehezebb a reggelekben? Hát azt hiszem, az elindulás.
Egy idő után azt éreztem, hogy nem tudok bemenni dolgozni. Vegye le a kezét, nem értjük, amit mond. Nekem mindig herpeszem van. Azt mondta egyszer egy kollégám, hogy a hétköznapi szorongás aktiválja a szervezetünkbe a herpesz vírust. Sajnos már másnap kipattogzott a szám, és ez azóta is gyakori. A küzdelem a herpesszel annyira kikészített, hogy már étvágyam sem volt. A munka meg nagyon fárasztott. Régen folyamatosan tömtem magamba kalóriát, de aztán nem volt kedvem semmibe se beleharapni. Inni se volt kedvem, nemhogy rágni. A mókuskám egyszer viccesen megjegyezte, hogy vidám malacból szomorú disznó lettem. Biztosan ezért hagyott el. Legyengültem. Így egy olyan kis semmilyen feladat is, mint beülni az autóba, és vezetni, a forgalomba menni, meghaladta a képességeimet. Megoldjuk. Napról napra jobb lesz. Nem tudok mindig a Zsuzsival foglalkozni, állandóan lelkizik. Minden kis hülyeséget felnagyít. Képzeld, egy hónapja méregdrágán kezelteti magát egy magánklinikán. Ennyi idős koromban így viselkedtem, kaptam anyámtól ki, akkora pofon, két hétig jó kedve volt tőle, ingyen. Bele kell bőgni a párnába, az jó szakát, nem? Tanár. Eldőlt, hogy Borbála, Katalin és Péter próbálat szerencsét a világ legnagyobb kaparós sorsjegyével. Megkérlek titeket, fáradjatok oda a napocskákhoz. Mindenki választom magának a napocskát, és kürcóra indul a kaparás. És a te lányoddal mi van? Dórikának is épp elment az esze. Megy a férjéhez New Yorkba, és ilyenkor összeomlik. 5 percenként hívogat. Minek ment férhez egy diplomatához, ha utál utazni, nem? Ott van a havi fix Borbálánál, megvan, tehát Borbála biztonságban érezheti magát egy éven keresztül. Hát mekkorát pancsolt ez a tündér. Jaj, mekkorát, ja. Hát megeszi a mama ezt a nagy gyereket ebédre, egy falatra. Megyünk a papához New Yorkba nagy repülővel, jaj, de jó lesz. Alszol, Gézuka? Kálmánnak megvan még a szerelme? Ja, Kál még a Fülig szerelmes, ugyan kicsit furi a lány, de mindegy, nem kell bemutatnom senkinek, nem érdekes. Hosszú távon nem lesz családunk tagja. Volt anyósod is ezt mondta. No, nekem teljesen mindegy, hogy milyen nyominőkkel járogat a Kálmán, csak foglalkozom valamivel. Tőlem azt csinál, amit akar, csak ne legyen olyan buvabaszott, mint a legtöbb férfi. Már a hideg kiráz a szomorú, okos férfi. Először is az a bajom a fiammal, ahogy kinéz. Egy férfi, egy igazi dögös pasi, az izmos vagy testes, de nem cingár. És fekete hajú, kék szemű. Pont, mint a férjed, aki ugye kopasz és szemüveges. Ez milyen? Nem túl elegáns. Nem azt akarom, hogy úgy nézzen ki, mint egy bankár, azt akarom, hogy érezni lehessen benne a vitalitást. Olyan férfit faragok belőle, aki megteszi, amire gondol. Na. Te? Mit gondolsz? Van itt kamera? Lehet, hogy van, de most biztos, hogy kikapcsolják. Bár az is lehet, hogy perverzek. A szentség itt. Mi van? Semmi.
Annyira utálom, hogy amíg olyan kemény volt a feneke, mint egy görög dinnye, nem voltak ekkora tükrök a fülkékben. Most meg csukott szemmel próbálhatok. Jaj! Engem meg a melleim gyötörnek. Emlékszel, régen nem is volt mellem, most meg... Ha hirtelen veszem le a melltartómat, orra esem a hatalmas csöcseimtől. Most mit röhögsz? Pont ez a méretem. Egy jó kocsi kéne Kálmánnak, azt kész. Van már jogsia? Nem, metróval jár mindenhová. Hülye kis bogarak. Azt mondja, szeret metrózni. Úristen, Kálmán, minek neked ez a fegyver? Ezzel intézem el ma a gonoszt. Segítened kell, mert egyedül félek. Muszáj megtennem. Ha ezen túl vagyunk, elmegyek veled Mexikóba, de addig nem. Fú, de nehéz. Katalin, figyelj! Nagyon fontos dolgot kell most mondanom neked. 3 éve döbbentem rá, hogy anyámat kicserélték egy földön kívüli szörnyetegre, aki fölvette a mama formáját. Évek óta mérgez. A családi ebédeknél különleges mérgekkel kísérletezik rajtam, de nem bír velem. Úgy látszik, nagyon erős a szervezetem. Tudom, hogy hihetetlen, amit mondok, de be tudom bizonyítani. A szörnyetek testét, ha víz éri, átváltozik. Nagyon szeretem az anyámat, és nagyon hiányzik. Tudom, hogy él, valahol fogva tartják. De a szörnyetek halálának pillanatában visszatér, és újra együtt leszünk. Kisfiam, egyél egy kis húst. Ízlett a leves? Igen, nagyon finom volt. Alig ettél. Nem vagy éhes? Mindig ennyit eszem. Sose beszélgetsz velem. Most se tudom, hogy képzeled el a jövődet. Semmi sem érdekel. Minden érdekel. Mégis mi, kisfiam? Semmi. Semmi, csak úgy mondtam. Most hova rohansz? Katalinnal kell találkoznom. Vár a parkban. Mindig siet valahova. Segítened kell. Ma lelövöm, ha segítesz. De mi nem tudjuk ezt megtenni. Mi van, ha vészhelyzetben osztódik? Erre én is gondoltam. De nem osztódik, tudom. Nem, nem, Kálmán, ez hülyeség. Kálmán, menjünk le a boltba, vegyünk valamit inni. Érzem, hogy kezdek dehidratálódni. Te vagy az egyetlen ember, akiben megbízhatok. Nem érted? Ezzel erősek vagyunk! Minden nap odafigyelek a vércukor szintemre. Ez az. Hangosabban miért is, mert? Haladsz a korral! Egy kis cukorral! Csodálatos! Most mindenkit arra kérek, hogy üvöltse ki magából az aktuális problémáját. Ez egy személyiségfejlesztő finn módszer. Tessék, Zsuzsi, mondja el, mi most a problémája. Hangosan, bátran, ne válogassa meg a szavait, tessék! Az utóbbi időben teljesen elbizonytalanodtam. Szinte semmiben nem tudtam dönteni. És ez már kezdett feltűnni a környezetemnek is. Hangosabban, bátrabban? A kollégáim azt hiszem... Kezdtek hülyének. Én csak kedvem ehhez az egészhez. Szabadítsa fel az érzéseit, üvölcsön! Azt kértem, üvölcsön! Minek attól majd nem fog kattogni a szívem? Na jó. Kérem, üljenek le. Ez egy üvöltésterápia, amit 34 éve nagy sikerrel végeznek szerte a világon. És ha üvöltök, megszabadulok a pánikrohamoktól? Ne vicceljem. Egyetlen egy igazán jó megoldás van a pánikrohamok leküzdésére, ha megtanulja kezelni azokat. Ha leküzdi a helyzetet, és megérti, hogy nincs semmi baj.
Ehhez azonban meg kell erősödnie, úgyhogy én csak annyit kérek magától, hogy hangosan, a szívét fokozatosan kinyitva próbálja kiadni azt, ami belül van. De nincs belül semmi. Űr van. Ezt nem hiszem. Beszéljen a családjáról, édesanyjáról, barátjáról, magáról. Ez egy játék. Itt biztonságban van. Itt bármit elmondhat. Nincs semmi baj a családommal. Nem tudom. Minden esetre nagyon ritkán látogatják. Mit utál legjobban? Bizonytalanságot. Mert? Mert én már kamaszkoromban tudtam, hogy hogyan akarok élni. Nem vagyok olyan szabad, mint az anyám vagy az öcsém. És? Anyám szeret túlzásokba esni. Nagyon szereti, hogy zajlik körülötte az élet. Apámmal már rég elváltak. Aztán nálunk állandóan jöttek-mentek a férfiak, miközben anyám mindig azt hangoztatta, hogy ő a szerelmeit lecseréli, a gyerekeit soha. Én nem ilyen vagyok. Na, kiabálja ki, hogy maga milyen. Nem érti, hogy én nem tudok mit mondani? Én se tudom, minek vagyok itt. Nem tudom, miért pont én vagyok olyan szerencsétlen, hogy a napi munkától kifáradok. Én nem értem, miért akartam igazgató lenni, hogy ezt nem bírom. Én nem tudom, mit rontottam el. Nem tudom, miért nem vagyok erősebb, mások mindent kibírnak. Én nem tudok kiabálni, nem kapok levegőt, miközben azt mondják, hogy a szívemnek semmi baj. Mindegy, ez nem fontos. Na, halljuk, mi az, ami fontos. Gyerünk! Szóval, hogy állandóan Kirire gondolok. Én nem tudom elfogadni, hogy elhagyott. Az előző kapcsolataimban mindig azt éreztem, hogy egyedül sokkal erősebb lennék, de vele olyan... olyan más volt, minden olyan... olyan kellemes volt. Na, tessék, mondja meg neki! Maga egy győztes típus. Gyerünk, halljuk! Mondja meg neki! Kirill, utállak! Ez az. Hangosabban. Gyűlölöm, amiért elhagytál. Tovább. Rohagy meg neked! Úgy szeretném, hogyha minden helyre jönne. És én... Köszönöm, Zsuzsa. Csaba? Dinót kirúgják. Áthelyezik a sajtóosztályra. Engem békén hagynak. Dinót örökre eltiltják. Törvényszék elé áll. Engem helyeznek át a sajtóosztályra. Megölöm Dinót. Megölöm magamat is. Thank you.
Keszi! Hello! Viszlát! Gyere! És most? Megvan. Megmondom, hogy hova megyünk, de nem rezelhetsz be. Van itt a szomszéd utcában egy nagyon érdekes hely. Gyere! Hát az biztos, hogy én nem megyek be oda. És mit akarsz ott venni? Nem tudom. Vegyünk egy fütyit. Mit? Egy fütyit. Milyen fütyit? Egy fütyit. Te mondtad, hogy ma fogok meghalni. Ennyire tartozol neked. Na, vedd fel a napszemüvegedet. Bemegyünk is, kész. Jó. Jól áll. Jobban áll, mint a bikini. Te kérsz? De hogy kérjek? Mondd azt, hogy kérek egy péniszt. Az olyan hivatalos. Jó napot kívánok, egy férfi nemi szervet szeretnék. Kettőt. Jó napot kívánok, milyen fajtára gondoltak? Milyen van? Análvarázs, te vagy a fény az éjszakában, bíborálom, mágneses delej, Afrika kincse, és végül a méret a lényeg. Ez mennyibe kerül ez? Ez 12 000 forint. Mennyi? 12 000. Sok alják? Ez egy csúcstermék Amsterdamból. De mutathatok mást is hasonló minőségben. Jöjjenek velem. Ez a second hand részlegünk. Itt minden áru jó minőségű, de hát használt. Tessék, fogja meg. Ennek nagyon finom a tapintása. Úgy érti, hogy ezt már... Igen. Igen, de hát itt minden darab 1500 forint. Ezek nagyon jó áruk. Ez például olyan, mintha teljesen új lenne. Semmi baja. Szerintem nem is használták, valami fiókban heverhetett néhány évig. Tessék. Ez nagyon megéri az árát. Használtan is. Fogjam meg? Igen. Ugye, hogy nem áll meg a szívük? Ez az. A sport, a kondíció, maga az élet. Nem lazsál. 6,5. Ugye, hogy nem áll meg a szívük? Senki nem lazsál. Gyerünk tovább. Itt pont 3. I walked in and asked the gentleman, could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no comfy place to go? So I told that kindly gentleman my tale of woe. Every baby needs a daddy to keep her worry free. Every baby needs a daddy, but where's the one for me? For it's so
Fussanak! Erre van a kijárat! Na, végre elszabadultam. Szia. Szia. Nem vagy valami túl vidám. De jó, hogy itt vagy. Mi volt ma? Na, hagyjuk. Na, mi a helyzet? Miért vagy ilyen feszült? Rossz kedvem van. Igen? Uh-huh. Nem megyünk moziba, ahogy terveztük? Mit nézzünk meg? Figyelj csak, én nagyon sokat gondolkodtam az elmúlt napokban. Kettőnkről. Meg magamról. Igen, legfőképpen magamról. És? Hoztam egy nehéz döntést, de végül is megkönnyebbültem. Bevallottam magamnak, hogy ki vagyok, mi vagyok, ez van. Én ezt nem értem. Mindjárt mondom, csak elég nehéz elmondani. Illetve nem is én fogom elmondani, hanem egy jó barátom, Alex. Én nem akarok... Az életünkről van szó, és komoly dolgokhoz az ember használjon profikat. Megengeded? Persze, de nem értem ezt az egészet. Alex, légy szíves! Zsuzsi, az ember életében jönnek-mennek a szerelmek. Imádlak, és te vagy a fontos számomra. De képtelen vagyok egy egész életen át hazudni önmagamnak. Én egy magányos alkat vagyok. Ez most egy szakító duma lesz? Á, nem, nem. Több annál. Én is most fogadom el magamat. Rettegek attól, hogy elveszítem a szabadságomat. Lehet, hogy hülye vagyok, de nem akarok 5 évig, 10 évig vagy 100 évig együtt élni valakivel. Nyilván a furcsa viselkedéseid és kiborulásaid mögött is én állok. Én nem tudok neked biztonságot adni, és ne függj egy olyan embertől, aki utál mindenféle kötöttséget, többek között ezt is. Szia! Most is itt van. Érzed, ahogy mindent felölel? Segítened kell. Jó, segítek. Lehet jönni, kedveskéim, ide a 15-öshöz. Összeomlott az egész rendszer, leállt minden pénztár. Mindenki ott hagyott mindent, ahol érte, mindent pakolhatjuk vissza az egészet. Őt már kicserélték. Tudom. Most már megismerem őket. Köszönjük.
Új, de undorító fog meg. Egy használt műblokit vettünk. Most megint egy évig mindenhova csak kesztyűbe fogok menni. És mindig fogok illatot tenni az orrom alá. Mindig. Így. Várja. Vegyél te is, Ilona. Az étteremben se tudod, hogy kievett előtted a késsel meg a villával? Hagyd abba! Étterembe sem megyek többé. Enni se fogok. Rád férne. Köszi. Hét éves vagyok, már nem bírom a feszültséget. A munkában is csak erőlködök. Hibát hibára halmozok, te is látod. Operett rendőr meg valami kurva irodában leszázalékóval nem leszek. Mondtam már, hogy csak magamról fogok beszélni, rólad nem lesz szó. Persze, semmit nem értesz. Egy önző, elkényeztetett, gazdag kis pöcs vagy, aki annyira hülye, hogy rendőrnek ment. Most meg megunta az egészet, az ki akar szállni belőle, mint a meséből, mi? Miért nem adod le az igazolványot, húzol-e gogo táncosnak? 20 évvel ezelőtt rendbe kellett volna már rakni a lelkedet. 20 éve. 20 éve még börtönbüntetés járt a homoszexualitásért. Akkor még senki sem volt nagylegény, nemhogy egy rendőr. Legalább voltak meleg barátaid? Nem nagyon. Kész csoda, hogy elvesztetted az üzességed. Anyádnak csak elmondtad. Anyám keményebb, mint apa. Beleroppanna, ha kiderülne. Ez rendőr dinasztia, baszod. Hát te hülye vagy. Vagy az egyetlen meleg a világon, aki nem mondta az anyjának. Figyelj, Dinókám, engem csak egy dolog érdekel. Az, hogy jó rendőr legyek. Tudod, hogy mit jelent ez? A fasz tudod. De. Honnan tudnád? Tudom. De attól még lehet beszélgetni, nem? Persze. Dik! Dino! Értök! Rendőrség! Az is lehet, hogy nem érted, amit mondok. Tudod miért? Mert nem vagy jó rendőr. Nagyon jól lősz, az igaz. De mint rendőr csapni való vagy. És nem is motivál ez téged. Ezt hogy érted? Úgy, ahogy mondom. Megbízható közepes zsaru vagy. Ezért akarod feljavítani az életedet mindenféle extrákkal. Ez milyen szemét duma. Dino! Mi lesz már? Ne szarakodj azzal a lövéssel! Ez az! Nagyon jó volt! Jó étvágyat kívánok! Ebéd után ma önnek kell a füvet lenyírnia. Közben az amerikai cetlizős módszerrel szeretnék stressz helyzeteket gyakorolni, oké? Okay? Are you ready? 10 perc múlva! Halló? Halló, tessék! Mi van veled, Dórikám? Alig hallak, beszélj hangosabban. Muszáj suttognom, nehogy fölébredjen a gyerek. Jól van, de így meg én nem hallok ne semmit. Nincs. Mondja gyorsan, mi olyan fontos? Nemrég pelenkáztam a Kézukát. Olyan aranyos volt, nevetgélt, kütyögött, még mosolygott is álmában. És akkor hirtelen rosszul lettem. Jól van, Dórikám, nincsen semmi baj. Elájultál? Nem ájultam el. Még nem. Vigyázz magadra, Dórikám, most le kell tennem. Ma sok dolgunk van Ellivel. Halló? Szia, anya, Zsuzsi vagyok. Szervusz, kicsi, mondja gyorsan, most nem érek rá. Semmi, csak gondoltam, felhívlak. Olyan régen voltál itt nálam. Nem is voltam régen, 5 napja voltam. Azt hiszem, újra kezdődik, várjál. Jó, jövök. Leteszem a telefont. Ne tedd le a telefont, ne tedd le a telefont. Az a lényeg, hogy végig beszélj hozzám. Mert nem akarom elveszteni az eszméletemet, jó? Csak nem érzem magam jól most itt a klinikán. Van egy új terapeuta, aki mindenféle hülye módszerekkel kísérletezik rajtunk. Gyere be kulcsra, ne csenges, kérlek. Jó, ha nálam van a kulcsot. Nem jössz be egy órácskára valamikor? Nem tudok most, Zsuzsi. Nem fogom kinyitni, mert nem hagyhatom itt a gyereket a szoba közepén. Mi van, hogyha bejön egy madár, és fölkapja és elviszi? Nem lehet, most nem le is teszem, nem le semmi baj. Kér valami nyugtatót és alvás. Jó éjszakát.
Mondom, amikor New Yorkba utazik a férjéhez, mindig ilyen flúgos lesz. Hívjál, ahogy tudsz. Jó, egy óra múlva hívlak. Jó. Most nincsen benne töltény. Mit mondjak? Mi legyen? Mindegy, Kálmánka. Nem dugunk inkább. Jó, jó, akkor nem mondok semmit. Amikor megmozdul, tüzelek. Most gyere rám. Szerintem támadni fog. Olvassa. Tökéletesség nem állapot, hanem csak irány. Állj már meg! Hülye gyerek, állj már meg! Egyébként rájöttem, hogy mi az ön problémája. QLC, Quarter Life Crisis. Tudja, mi az? Nem. Kapunyítási pánik. Túl fiatalon elérte a céljait. Jó állása van, szép autója, lakása, két diplomája. A megoldás új célok kellenek. Megint összetörött magad! Lébolykodsz itt mindig! Nem tudok többi emberek közé menni. Ki kell iktatni a negatív gondolatokat. Az első cél legyen az, hogy elhagyja ezt az intézményt. Elsétál a kapuig, körülnéz az utcán, és aztán visszajön. Nem merek. De, meg kell próbálni, gyerünk! Jöjjön, Zsuzsa! Az acskómat vihetem? Hogyne, az acskó a legfontosabb. Kiiktatja a hiperventilációt. Állíts bá le azt a kurva motor! Nincs mellé, most már én foglak összeverni! Na tessék, üssél meg! Üssél meg! Bazd meg, én érzéketlen barom vagy. Minden túrhágálsz egy... Takarodj az életem. Tudod, mi van, Dinuka? Az, hogy nem akarnak elveszíteni, és te nem fogod fel! Mi? Nem akarom, hogy minden megváltozzon! Mi változzon meg? Mi? Mi abban, hogy jó, hogy nem az vagy, aki vagy? Nekem jó így, ahogy vagyok! Jó, roncs vagy! Nézd már magadra, egy gyáva senki vagy, másoknak szerepelsz egy... Haj, minek? Mondjál, mondjál! Ne menj be a kapitányhoz, menjünk haza, vagy rúgjunk be, csak ne menj be a kapitányhoz! Most ebben megyek, ha? Állj félre az utamból, vagy lelőlek! Igen! Én fogom a bocskos pofádat! Igen! Ahhoz így gyáva vagy! Gyere! Menjen, Zsuzsa, induljon. El kell jutni egészen a kapuig. Menjen, nyugodtan. Csak nyugodtan. Tovább, menjen, csak nyugodtan tovább. Igen, mehet. Tessék tovább menni. Nem tudok kimenni. Nem akarok emberek közé menni. Nem akarok megfulladni. Nem fog megfulladni, Zsuzsa. Minden rendben lesz, szedje össze magát. Tessék megfordulni és elindulni a kapuig. Rajta. Használhatja az acskóját, induljon el a kapuig. Tessék. Egyik láb, másik láb, ez az. Úgy. Szépen, nyugodtan, lassan. Nem rohanunk. Ez az. Már 5 méterre eljutott. Nagyon szép, fantasztikus. Menjen, Zsuzsa! Ez az. Már mindjárt ott van a kapunál. Fantasztikus, ott a kapu maga előtt, mindjárt kimegyünk a kapun. Nyugodtan, finoman érintse meg a kilincset.
utálom az elbaszott életemet. Gyűlölek. Gyűlölöm anyámat és magamat is, mindenkit. De ennek most már vége, Dinókám. Ne ugassál, ne ugassál. Én vagyok a hibás, hogy elit nyomozó lettél. Rendőrség, belügyi akció. Menj a visszázba, legyen szíves. Három is számolok, szétlőjöm az agyadat. Egy gyáva szar vagy, gyáva. Kettő. Húzzál már vissza a házba, te szimpus kurva! Ott a szimpusza le az utcán! Kurva anyád! Tudod, mi van kint, te? Kikültél abba a káoszba? Te nem vagy normális? Egy jó meleg pofon a hisztéria ellenszere. Zsuzsa! Mit csinál? Elveimmel ellentétben be fogom injekciózni, ha nem tud viselkedni az intézetben. Csak egyszer lennél az én helyemben! Csak egyszer lennél az én bőrömben, akkor megértenéd, hogy mi a bajom! Akkor megértenéd, hogy ki vagyok én! Mondd, hogy Zsuzsi vagyok! Mondd, hogy Zsuzsi vagyok! Hogy nem kapsz levegőt! Mondd, hogy Zsuzsi vagyok! Elegem van ebből az egész. Elegem van a sok hülyéből, elegem van. Kirillből befejeztem. Köszönöm a csizmát, Zsuzsika. Minden jót, vigyázzon magára. Viszontlátásra, Ferenc. Fordítsunk hátat az agresszivitásnak, amely fokozza az adrenalin termelést a szervezetünkben. Azért mindent köszönök. A világban. Hazaengedtek. Nem, eljöttem, befejeztem a terápiát. Nem csinálom tovább, de minden oké. Kirill előkerült. Nem került elő. Eltűnt örökké. Jó, szálltunk rá! A vizem! Volt Kirill, nincs Kirill, leszálltam a témáról. Mondtam, csak ne hallgattál rá, minden férfi őződők! Egy pasi se érfeled nővel! Azért segíthettél volna. Ezt hogy érted? Holnap akartalak meglátogatni. Kálmán? Mit tudom én, a hülye barátnőivel lófrál valahol. De komolyan azt gondolod, hogy én nem segítek? Jó, csak úgy mondtam. De lehet, hogy előbb is megnyugodtam volna, hogyha egy kicsit segítesz. Neked nem lehetett segíteni, Zsuzsi? Olyan önfejű vagy. Jó, nyugi, anya. Itthon vagyok. Hazajöttél csesztetni. Takarítani nem akarsz egy kicsit? Nem zavar a rendetlenség? Azért, mert úgy érzed, hogy meggyógyultál, nem kell rögtön belerúgni valakibe. Gyere! Jaj, egy szép napon megfojtam a lányomat. Csak azt utálom, hogy megint elmegy és hiányozni fognak Gézukával együtt. Szia, Zsuzsi, mi van?
Egy napos kimenő? Nem, végleg kiengedték is, mert veszekszik velem. Kiri lehet, én vagyok a főbűnös, a szívtelen anya. Na, anya, hagyd már. Anya, már te játszod mindig a főokos. Nem igaz. Mit veszekszünk? Úgyis te vagy a nagyokos, de irányítasz mindent. Mindig valami baja van velem. Elmosogatok, aztán megyünk tovább, Ilona. Figyelj, hoztam Ellinek egy kartonvizet. Gyere, segíts felhozni a kocsiból. Nyugd már ki, hogy mit akarsz. Mi van? Megkukult-e? Mit akarsz tőle? Mondd már meg, hogy mit akarsz, süket vagy? Te itthon vagy? Mit csinálsz? Süket vagy? De mondd már meg, hogy mit akarsz, de süket vagy? Fizetésemelést. Halló, fasz kapsz te fizetésemelésre. Belügyminiszter nem akarsz lenni, akkor adhatnál nekem is milliókat. Pénzt akarsz, menj el pincérnek. Hát jó képű fiú, hogy biztos fölvesznek pincérnek. Nem akarok pincér lenni. Hát akkor még ne fárasszál.
Pénz nincs, de van egy jó híre. Te is, meg Dick is mentek Amerikába. A rendőrversenyre. Itt vannak a repülőjegyek, meg minden. Majd holnap elmondom. Aztán alázzátok szarra az FBI-osokat, csak keményen. Hát, köszönöm. Két hülye pénzéhez buzi. Dick! Nem értem, hogy tehettél ilyet. Szörnyű. Jó, hogy anya elment vásárolni. Kálmánka, menjünk el Mexikóba. Minek mennétek Mexikóba? Megszabadulna a gonosztól, aztán ha meggyógyult, hazajöhetünk. Csak egy kis pénz kellene az utazáshoz. Nem értem. Att? Mondd el nekem, mit érzel. Mondd el őszintén. Én bennem van most. Ennyire okos? Tudta, hogy mit akarok, és védekezésképpen bennem öltött testet. Hol az a pisztoly? Káma, mit csinálsz? Még nem tudom, mit akar. Engedj! Bennem van. Végzett vele! Hülye vagy! Nem mondtam el. Viszont mi megyünk Orlandóba. Majd ott folytatjuk. Már háromszor elbúcsúztál. Nyugodj meg. Anya, elintéztem mindent. Szereztem egy mexikói orvost, aki kezeli Kálmán. Egy hónap múlva meglátogatjuk, jó? Annyit kibírsz, nem? Annyira rossz anya vagyok, bizony. Nem lehetsz mindenért felelős, mert nem vagyunk gyerekek. Jaj, nem érdemlem meg, hogy gyerekeim legyenek. Kálmánkát már nem is terveztem, hogy csak úgy becsúszott. Ez a baj! Ez az oka mindennek! Kis csoda, hogy nem csúszott be még három. Akkor sírni se lenne idő. Dehogy ne! Ilona, te mit bőgsz? Úgy szeretnék már egyszer én is elmenni valahová. Hova? Bárhová! Na! Anya, indul a gép, megyek, puszi. Hívlak a reptérről, jó? Hívlak. Hívjál. Puszi. Puszi. Csak 5 percre megtenni, hogy megfogja, kérem. Valami baj van a biztosításunkkal, el kell intéznem. Jól van. Annyira örülök, hogy rendőrökkel utazom egy gépen, ez olyan megnyugtató érzés. Na, nagyon sietek, sietek. Ne, már hülye ez a nő. Undorogom az ilyen helyzetektől.
két férfi egy gyerekkel. Most mit mosolyogsz? Mondtam, hogy vegyél be gyógyszert a félszerepüléstől. Ja. Hát én tudom vagy. Most megyek éppen New Yorkba. Aha. Jól vagy? Aha. Te? Jól van. Én is jól vagyok. Gyerek is jól van. Jó, hívjál már föl. Hívjál mindenképpen. Szia. Nem vigyázz Kálmára, jó? Jó. Hívjatok rögtön. Persze. Aztán majd meglátogatlak. Szia. Nagyon köszönünk mindent, Zsuzsi. Nagyon köszönjük. Jó, szia. Jó, aludjatok a gépen, jó? Jó. Szia.
Now we are going to take.